Itt állunk Szegednek az Eli Lézer központjához közeleső azon részén, ahol gigaberuházást kívánnak megvalósítani. Mint az köztudott a sajtóhírekből, a BYD kínai nagyberuházó cég szeretne ide jönni és elektromos autóbuszokat gyártani. Ami a legújabb sajtóhírek szerint tudható, és ez minket is nyilván érdekel, ezért vagyunk itt, az az, hogy azon területeket, amelyeket nem tud megvásárolni Szeged adásvétel útján, azokat ki fogja sajátítani. Ezek a területek túlnyomó részt olyan tulajdonosokra fognak irányulni, akik gazdák. És az az érdekessége, hogy van egy felajánlott összeg, ami körülbelül 4 millió forintot tesz ki hektáronként olyan termőföldekre, amelyek igencsak jó minőségek, 30-40 aranykoronás szántó, illetve 60-70 aranykoronás gyümölcsös területeket kíván megvenni az állam tőlük, amelyek egyébként a piaci forgalomban köztudomásulag minimálisan 10 millió forint körüli értéken mennek el. Ami érdekesség még az az, hogy körülbelül 100 hektáros területet, egész pontosan 97 hektáros területet még korábban a Csányi Sándorhoz köthető szegedi Big Salami gyár ZRT meg tudott vásárolni, és annak idején még 2018-ban gyakorlatilag hektáronként 32 millió forint körüli összegért sikerült ezt úgy megszerezni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől több cégen keresztül, végül is a Big Szeged Szalámi Gyár ZRT-nek, hogy még ehhez legjobb tudomásunk szerint egy 50%-os állami segítséget is kapott annak érdekében, hogy itt valamiféle húsüzem létesüljön. Ami az egészben érdekes, hogy most, és ez már konkrétan tudható, tehát bizonyítékokkal alátámasztható, hogy ezt a korábban 32 millió forint körüli összegért megvásárolt területet már több mint 8,6 milliárd forintért, azaz több mint 88 millió forintos hektáronkénti áron adta el a Szeged városnak a Csányi Sándorhoz köthető cégcsoport. Azt gondoljuk a Mi Hazánk mozgalom szegedi alapszervezete részéről, hogy ebből is egyértelműen és kétséget kizáróan látható, hogy a szegedi városvezetés teljesen függetlenül attól, hogy baloldali vagy jobboldali része van, ezek összefogtak, és ennek az eredménye gyakorlatilag az, és ebből az is következik, hogy a gazdákat, akiknek a földjei itt értéket képviselnek, és egyébként nem akarnák eladni, csak muszáj nekik, hiszen egy kisajátítás eljárás keretében fogják végső soron tőlük idézőjelbe téve elvenni, úgy, hogy a Csongrád-Csanád megyei kormányhivatal által kirendelt értékbeslő fogja majd meghatározni ezeknek a termőföldeknek az értékét, de ez mindenféleképpen álláspontunk szerint mélyen áron alul van. Tehát hogy van az, hogyan létezhet az, hogy a két összeghez képest most a Szeged város gyakorlatilag 4 millió forint körüli összegért hektáronként meg akar venni olyan területet, ami már 2018-ban is 32 millió forintos hektáronként áron volt. Ez igencsak kérdéses. Egyéb szakkérdésekben Fakkálmar István, a Mi Hazánk mozgalom szegedi alapszervezete elnöke fog szólni, és át is adom a szót. Parancsolj, elnök! Köszönöm szépen! Valamikor a 60-as években a kommunisták vették el a földeket, sajátították ki, talán még semmit sem fizettek érte. Most megint megismétli a történelem önmagát 70 év távlatából, most megint elveszik a földet, most már nem csak a kommunisták, hanem a Fidesz is benne van, egy olyan koalíció alakítottak, amelyben nem kímélik a tulajdonos, nem kímélik a bérlőt, nem kímélik a magyar termőföldet. Ez, ami mögöttem van föld, ez 30-40 aranykoronás igazi jó szántóföld, úgynevezett fekete földeknek nevezték ezt itt Öthalom mellett, és ezek évezredük alatt alakultak ki. Ezt egy tolvonással most ipari területté minősítették, az értéke ezáltal szerintük legalábbis a 20-szorosára fölment, és azok a gazdák, akik itt termelni akartak, gazdálkodni akartak, bérlik ezt a területet, azok pedig magukra maradtak, mert se egyik mezőgazdasági érdekvédelmi szervezet se állt melléjük. Ezért a Mi Hazánk úgy döntött, hogy melléjük áll, és segítjük a bajba jutott gazdatársainkat, és próbáljuk elérni azt, hogy vagy normális árat adjanak érte, vagy pedig
ne építsenek itt semmit sem, mert hiszen erőszakkal veszik el megint a földeket, mint hajtan a kommunizmus idején. Ezek a földek, amik itt vannak, ezeknek a felső humusz rétege a legértékesebb. Mezőgazdasági termelés csak a föld felszínén lehet végezni, ezt legyalulják innen, és a több tízezer köbméter jó minőségű humusz talajt el fogják valahova szállítani, és örökre beszüntetik ezzel a mezőgazdasági termelés lehetőségét. Ezért mi fölvettük a gazdákkal a kapcsolatot, és több tulajdonossal és bérlővel beszéltük, és hallgattuk meg őket, akik nagyon sok bizonyítékot, nagyon sok dokumentumot adtak át részünkre, és megpróbálunk segíteni nekik, mert itt az ő tulajdonukon már előzetes munkálatok folynak, mint ahogy a háttérben látható is. Egy csatorna rendszert építenek itt, egy nyílt vízi csatorna rendszert, és a gazdák így már nem tudják szabadon használni saját tulajdonukat. Ezért mi a gazdaság segítségére.